A tavalyi sikeres bemutatkozást követően a BLS-e az idén már 4 korosztállyal van jelen a Kölyök Ligában. Az U12-es pontvadászat egyfajta átmenet a kispálya és a nagypálya között, itt a fiatalok a 2-16-os közötti területen kergetik a labdát. Szombaton az egyaránt jó erőkből álló Kecskemét és a Vác látogatott a szigeti műfüvesre. A BLS-e fiataljai elsőre a megyeszékhely gárdájával csaptak össze, ahol a miénk 3-1-es vereséget szenvedtek. Igazából az elején jól kezdtünk, ment a játék, amit megbeszéltünk benn, és egy büntetővel vezetést is szereztünk, és úgy mentünk el a félidőre, de aztán kicsit fölbomlott a második félidőre a játék, bealudtunk, több labdát megbírtak szerezni és gólokat rúgni. A fiataloknak leginkább a megnövekedett pálya mérettel kell megküzdeni, hiszen sokaknak még túl hosszú és túl széles a játéktér. A második mérkőzésen azonban már a pontszerzés is sikerült, egy lelkes játékkal 1-1-es döntetlenre végeztek a bajaiak a Vác ellen. Kemény volt, és örülünk, hogy egy döntetlent összehoztunk. Az első fél időben jól játszottunk, meg a másodikban tartottuk magunkat, és tudtunk tartani magunkat. A BLS-e vezetői elmondták, azért döntöttek a Kölyök Ligában való indulás mellett, mert rendszeresen erős csapatokkal jó körülmények között játszhatnak. Általában azért nehéz harmadik mérkőzést játszani, mert egymás után kettőt, azért itt 50 perces meccsekről van szó, 12 éves gyerekek elfáradnak, viszont mint pozitív élményekkel vagyunk teli. Tehát az, hogy most egy pont, meg hány pont, minket az érdekel, hogy hétvégéről hétvégére fordulónként mindig egy picit előrelépjünk. Nagyobb pályaméret, hosszú mérkőzések, de mindig egy picivel többet tudnak nyújtani a gyerekek, akkor mi már elégedettek vagyunk. Így tehát a bajai labdarúgók a megszerzett pont mellé dicséretet is kaptak az öltözőben. A korosztály 2 hét múlva újabb Kölyök Liga mérkőzéseken szerepel majd.